Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy heti jóslás január 8-áig. Mielőtt elkezdeném elmagyarázni azt, hogy mit üzennek a kártyák, szívből kívánok nektek egy boldog új esztendőt. Legyen szerencsétek, legyen egy jobb év, mint a múlt, változzanak a dolgok, és minden területen megkapd azt, amit szeretnél, hogy az álmaid megvalósuljanak. Amit még szívből kívánok, hogy béke legyen a földön, és hogy megtaláljuk az utat a jó Istenhez, hogy legyen meg ez a hit, legyen meg ez a bizalom, legyen meg ez a szeretet, hiszen a jó Isten segít nekünk. Erre kellene odafigyelni. És amire én most odafigyelek, ezek a kártyák jelentései, itt látható, hogy előre folyamodnak az események. Ez a virág jelképezi a tisztaságot. Itt kitisztul valami, tisztázódik egy bizonyos helyzet, de kell a bizalom. Itt vannak még nehézségek, hiszen ez a hegy utalhat még problémákra, de ezen az úton te elkerülöd ezt, ahol szerencse ér. Ez a munka, a hivatás és a szerelem. Itt kinyílik számodra egy új ajtó. Ezek lehetőségek. Ez lehet egy munkahelyi változás is, hiszen ez a levél utalhat bizonyos szerződésekre. És összefüggésben áll ezzel a horgonnyal, és a horgony szimbolizálja a munkát és a hivatást. Ez a levél kihat a szívre is, ez lehet egy szerelmi üzenet, és ez a pecsét azt jelenti, ez egy biztos dolog. Ahol még szerencse ér, ezt mutatják a halak, és utalnak pénzügyi dolgokra, tehát lesz nyeremény. Itt is kinyílik egy ajtó, és jöhet a pénz a házhoz. A csillagok jelentik a szerencsét. A csillagok utalhatnak egy spirituális területre is. Ha ez a hivatásod, ha ezt szeretnéd élni, akkor pénz jön ezáltal. Azon kívül ez a park utal a nyilvánosságra, jelenti az elismeréseket is. Itt ez a kereszt jelentheti a hitet, de kármikus témákat is, ami kihat a sors útunkra, hiszen a kereszt jelképezi azt is, amikor a sors utak kereszteződnek. A kereszt jelenthet döntéseket is. Amikor elérkezel az élet utadon ehhez a kereszteződéshez, és elgondolkozol azon, hogyan tovább, melyik irányba. Fontos a bizalom, mert minden úgy alakul, ahogy a csillag képekben ez meg van írva. És ez a hír, ez a levél, ami kihat a sors útra, és itt ez az út jelenti a jövőt, a közeljövőt, hogy itt kivirágzik valami. Nem csak a munkát, a hivatást illetően javul a helyzet, vagy lehetnek változások, hanem ez a változás kihat a szerelmi élet területére is, és az anyagiakra is, hiszen lesz nyeremény. Ahol még bizonyos dolgok történni fognak, azt mutatja itt ez a ház.
Ez lehet egy ingatlan, egy ház, vagy egy lakás vétele, vagy bérlete. Akkor itt a gyűrű jelenti a kapcsolatokat és a szerződéseket, ugyanúgy, mint a levél. Tehát itt sikered lesz, lehet egy ház vétele, vagy bérlete, vagy egy lakás vétele. Amit itt a gyűrűk még jelenthetnek, egy házasságnak a tervezése. Egy közös életút, ahol kivirágszik minden. Tehát egy boldog házasság, egy boldog jövő, és a ház az lehet egy közös otthonnak a tervezése, ennek a kialakítása. A ház az jelentheti most az otthonodat, vagy a környezetet, a szomszédokat, vagy a szülői házat, a rokonokat, a családot. Itt is lesznek kapcsolatok. A múltban itt még megjelenik ez a hely, itt voltak problémák és nehézségek, de itt ez a virág jelenti azt, hogy most kitisztul valami. Tisztázódik egy bizonyos helyzet, és itt lesz egy jó hír, jó kapcsolat, és javulni fog a helyzet, ami a jövőt illeti. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Tenderrel!